Szürke Zóna. Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast. A mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon a katolicizmusról fogunk beszélni, hova tovább kritizálni fogjuk, mert hogy hát értelemszerűen ráfér a katolicizmusra önmagában egy kis kritika, és hát itt nem csak feltétlenül a gyermekmolesztálási ügyekre gondolok, mert szerintem azzal már úgy nagyjából mindenki tisztában van. Nem is gondolom, hogy kifutott dolog, mert Magyarországon még mindmáig jönnek elő ezek a gyermekmolesztálási témák. Sokkal mélyrehatóbb vizsgálat alá szeretném vonni a katolicizmust, ugyanis hát Dani is, meg én is katolikus neveltetést kaptunk, és ilyetén formán látjuk és tudjuk, hogy milyen hatást képes gyakorolni ez a felekezet, ez az egyház, vagy az egyház hitelvei szerinti neveltetés, milyen hatást tud gyakorolni egy ember személyiségére, és végül milyen ember fog válni abból, aki aláveti magát ennek a dolognak. Hát spoiler, semmi jó, meg hát nem fog ebből semmi jó kisülni. Az is egyébként szerepet játszik ebben a dologban, hogy a barátaink is ugyanilyen katolikus neveltetést kaptak, és ennél fogva egyébként elég sok tapasztalatunk van ezzel kapcsolatban. Tehát látjuk, hogy, illetve merem remélni, hogy látjuk, hogy hol vannak a problémák, és biztos vagyok benne, hogy a hallgatóknak is van véleménye a katolikus vallásról, önmagáról, amit meg lesz a lehetősége mindenkinek kifejteni a Szürke Zóna Kibeszélő nevű Telegram csoportunkban, #katolicizmus # alatt. Oda várjuk a véleményeket, de addig is megkérdezlek, Dániel, hogy mit gondolsz a mai témáról? Hát egy nehéz témát sikerült választanod, és bevallom őszintén, hogy talán még most sem tudom teljesen, hogy lesz megformálva a véleményem, mert az a helyzet, hogy az én családomban annyira nem volt nagy jelentőség a vallásnak. Igazából hát én is végigmentem ezeken a tipikus rituálékon, aminek egy 10 évesnek végig kell mennie, hogy elsőáltozás, meg bérmálkozás, meg minden, de hogy igazából az én szüleim sem voltak már túl vallásosak, és szerintem ők is, hát leginkább ugye édesanyám, neki talán azért volt fontos, hogy hát majd, hogyha egyszer szeretnék megházasodni, akkor ugye hát csak akkor tudok templomban megházasodni, vagy akkor adnak össze templomba, hogyha én ezt a Szent Háromságot végigcsináltam. De hogy igazából nem jártunk sose templomba, talán még a mamám, de ebben sem vagyok teljesen biztos. Igazából nem is nagyon gyóntak soha senki közülünk, meg talán ilyen babonából egyszer-kétszer édesapám bedobott a persejbe egy 50-est vagy valamit, hogyha valami, mit tudom én, nagy vásárlás vagy eladás előtt állt, akkor mondom, valószínűleg csak babona szinten, hogy na, Isten segíts meg, hogy most ez jól sikerüljön. És ezt leszámítva az én életemben nem volt annyira nagy szerepe ennek az egész katolicizmusnak, meg mindennek. Ennek ellenére nem mondanám azt, hogy én ateista vagyok, mert hiszek valamiben, de hát ez is ugye nehéz megfogalmazni, hogy miben. Nyilván én is talán egy kicsit tudományosabb oldalról próbálom megközelíteni, hogy jó, hát biztos keletkezhetett ez az univerzum valami semmiből, de lehet, hogy valami hatalmas lény segített ennek az univerzumnak a megteremtésében. Nekem inkább mindig az volt a fájó dolog, hogyha én most kinyilatkoznám azt, hogy igazából én Odinban hiszek és az északi istenekben, akkor valószínűleg az emberek többsége kiröhögne engem, hogy jaj, hát biztos azért, mert hogy a Marvel filmek, meg hogy biztos ez, meg biztos az, és hogy sokkal kevésbé vennének engem komolyan, ugyanolyan fiktív lényekkel, mint egy keresztényt, aki gyakorlatilag ugyanúgy egy fiktív lényben és egy fiktív történetben hisz, és hogy ez valamire el van fogadva, de hogyha én tényleg azt mondom, hogy Odinban hiszek, és hogy neki szoktam valamilyen áldozatot bemutatni, vagy valami, akkor én meg vagy egy pogány vagyok, vagy tényleg egyszerűen csak kiröhögnek. És ez nekem ez volt egy olyan fájó pont, hogy egy akkora hatalmat kapott ez a kereszténység, hogy tényleg gyakorlatilag hát legalábbis főleg ezzel a konzervatív magyar szemmel, úgy ez van elfogadva, és minden más, az nem azt mondom, hogy sátánimádás, de hogy jaj, hát ez hülyeség, meg ilyesmi, hát csak egy Isten létezik, az meg a keresztény Isten, úgyhogy ez is egy érdekes része az egész dolognak, meg hát tényleg az, hogy azért a kis fiatalkorunkban mennyire megpróbálják belénk verni a dolgokat, de nyilván ezekre majd a későbbiekben még visszatérünk. Az én kritikámnak, illetve az én kritikus álláspontomnak két komolyabb iránya van. Az egyik, amit képviselni fogok, és amit lekívánok vezetni, az az, hogy a katolicizmus az a szorongás meleng ágya. A másik problémám egy kicsit evilágibb, vagy egy kicsit kijjebb áll, mint sem az embernek a lelki világa, az pedig az, hogy egy olyan felekezetről beszélünk, ami meglepő módon és rendkívül sajnálatosan tökéletesen tudja integrálni az idegen gyűlöletet, annak ellenére, hogy az egyik alapvető elve az, hogy szeresd a fele barátod. Uh-huh. Igaz, ez, amit most elmondtam, bármelyik felekezetre ráillik, csak amikor egy keresztény gyökerekkel rendelkező felekezetről beszélünk, akkor kicsit furcsa számomra, és egyébként rettentően megbotránkoztató is. Kevés dolog van, amiben nem vagyok képes a kompromisszumra, ez köztük van. Én nem tudom elfogadni azt, hogy egy olyan vallás, ami elmontrázza hittanórákon a 10 parancsolatot, és köztük elmondja, hogy szeresd a fele barátodat, az képes, annak a képviselői, vagy annak a hitszónokai képesek felfűzni a prédikációkat arra, hogy ennek ellenére vannak ellenségeid a világon, nem a lelkedben, nem a sátánban kell keresni a problémát, hanem a másik emberben, másik idegen lelkű emberekben, akik a határon túl élnek, és neked akarnak rosszat, és el akarják venni a kultúrádat, és sorolhatnánk, lehet, hogy igazuk van, lehet, hogy tévednek, nem fogom e tekintetben megítélni, abban biztos vagyok, hogy ez nem a krisztusi út. És azt gondolom, talán a krisztusi úttal némi köze, vagy némi dolga lenne azért a katolicizmusnak. Igen. Hát ugye kezdjük is a katolikus neveltetésünkkel. Ugye Dani, meg én is, hát jártunk hittalra, első áldozók voltunk, a Dani bérmálkozott, ha mondhatok, beszéltek a nevében, én nem bérmálkoztam, de ugye nem nőhettünk fel egy Gyurcsányhoz, aki saját elmondása szerint többször is bérmálkozik. Ez valahogy a politikusokra jellemző, mert a előtte lévő meg rendszeresen konfirmált. Hát én lemaradtam a bérmálkozásról, mert ott már kezdtem azt érezni, hogy ez az egész, ez nekem nincsen semmi közöm, meg semmi szükségét nem látom meg. Tényleg már az első áldozás is olyan mértékben feleslegesnek érződött számomra, hogy totál nem értettem, hogy mi dolgom van nekem ezzel az egész dologgal, és már akkor elkezdték mondani, hogy de bérmálkoznod kell, mert amikor össze akarsz majd házasodni a kis barátnőddel, vagy a kis mennyasszonyoddal, akkor majd nem fogsz tudni nem lehet majd templomi esküvőt, ha nem bérmálkoztál. És bármikor, amikor a 25 éves koromig bezárólag, amikor is elvettem a mennyasszonyomat, felhoztam ezt a szót, hogy a templomi esküvő mindig volt a közelemben valaki, aki mondta, hogy de bérmálkoznod kell, mert bérmálkozás nélkül nem lehet templomi esküvőt. És elmentünk a paphoz, és bejelentkeztünk, és eljártunk a jegyes oktatásra, és aztán valahogy sikerült végül elvennem feleségül a mennyasszonyomat, és nem merült fel végül ez a bérmálkozás dolog, tehát tök feleslegesen nyomták nekem éveken keresztül azt, hogy enélkül nem lehet majd templomi esküvőm. Hát igazából én egy kicsit ennél a példánál is azt érzem, mint sok minden másnál, hogy ugye, hát azt is tudjuk, hogy te most halálodig együtt leszel a feleségeddel, de hát hogyha betörténik az a katasztrófa, hogy mégsem, hát akkor megint csak meg vagy lőve, és nem lehet majd templomi esküvőt, hisz már volt egy templomi esküvőt, de akár csak a bérmálkozás kérdésre, meg erre a második templomi esküvő kérdésre, egyébként mindenre van megoldás, és nagyon jól tudjuk, hogy megfelelő pénzzel, meg megfelelő dokumentumokkal ugyanúgy ezeket a szakadékokat is át lehet ugrani. Úgyhogy hát nyilván tényleg nagyon belénk volt verve sok minden gyerekként, hát tudjuk jól, hogy mi is egy nagyon sérült generáció vagyunk, hát ezt az oktatásból is kiderült, meg most innen is kiderülhet, hogy hát próbálják etetni a gyereket, hát nyilván próbálják jó útra terelni a gyerekeket, és hogy tényleg hát mindenféle csúnya dologtól távol tartani őket, de valóban én is azt éreztem, amikor ugye a bérmálkozás közeli állapotban voltam, hogy nekem igazából erre miért van szükségem. Hát értem én azt, hogy édesanyámnak ez fontos, hogy én bérmálkozzak, és hogy majd lehet templomi esküvőn, de ettől függetlenül nekem inkább csak az maradt meg, hogy hajnal 5-kor fel kellett kelnem, hogy odaérjek még iskola előtt a hittanórára, és akkor végig kell ülnöm a hittanórát, és bevallom neked őszintén, hogy már egy semmi nem maradt meg ebből az egész bérmálkozós hittamból. Tehát maximum az, hogy ja, tényleg ott volt a Béla meg a Józsi nagyjából, de már azt sem tudom, hogy egyáltalán miről beszéltünk, mi volt a téma, mivel ütöttük el az időt, tehát hogy semmi nem maradt meg. Úgyhogy ezen a szinten szó szerint nem volt semmi értelme annak, hogy én hajnal 5-kor fölkeljek, és minden héten nem tudom hány hittanórát, nem tudom hány hónapon keresztül végigjárjak, és akkor a végén meg elmegyek gyónni, meg ott megkapom ezt a szentséget, meg minden, és nekem ez egy annyira semmit mondó rituálé volt, hogy szörnyű belegondolni, hogy én 14, nem tudom, 13-14 évesen nekem ezt végig kellett csinálnom, és hogy ebből én semmi hasznot nem láttam a felnőtt életemben, de tényleg semmit. Én a hittanórákat fel tudom idézni, és hát az ugye főként az első áldozás előtt volt eléggé tendenciózus, hogy hát arra menni kell, de egyébként, ha jól emlékszem, akkor az iskolás éveim alatt is rendszeresen mentem, aztán kihagytam, aztán megint jártam. Nem igazán emlékszem, hogy milyen logika mentén alakult ez, de az biztos, hogy egy időben jártam hittanra, és ott emlékszem, hogy különösen, amikor kicsik voltunk, szüntelenül mantrázták a 10 parancsolatot. Tehát arról szólt, hogy szüntelenül mantrázzák azt, hogy ne lopj, ne ölj, szeresd fele barátodat. És ezen túlmenően már egy picit nagyobb fejjel olyan hülyeségeket hallottam időnként, hogy elképesztő. Tehát amikor a hittantanár mondta, hogy ja, egyébként hogyha nem akarsz ártani az állatoknak, és ezért gyümölcsöt eszel, vagy zöldségeket, akkor ne aggódjál, a fának is fáj, amikor letéped róla a gyümölcsöt, csak nem tudja kimutatni. Tehát köszönöm szépen az eredendő bűnt, hogy gyakorlatilag nem tudok bűn nélkül létezni. De hát ez egyébként az teljesen alapvetése a kereszténységnek, meg hát a katolikus hitelveknek, hogy egy olyan szabályrendszert épít fel, amelyet nem lehet betartani, amelyet szükségszerűen meg kell, hogy szegjél. Gyerekkoromban az én környezetemben nagyon sok radikál katolikus volt, ami alatt azt értem, hogy például a nővérem elég komolyan vette ezt a katolikus témát, talán egy picit aránytalanul komolyan is, és így például csúnyán egyáltalán nem szabadott beszélni, mert bár nem vertek meg miatta, de nagyon rossz szemmel néztek rám, meg így hüledeztek, amikor így kísérletképpen kimondtam valami csúnyát, mert hogy káromkodni bűn, hogy ez bűn. És ez fontos lesz, erre szeretnék majd visszautalni erre a bűnkérdésre. Főként erről szeretnék beszélni a mai nap. És volt egy haverunk, aki nekem a szomszédom volt, vagy hát nagyon közel laktunk egymáshoz, és neki a szülei olyan szinten nem foglalkoztak ezzel a káromkodás dologgal, hogy olyan durván rászoktatták már óvodásként, hogy a bazd meg az egy mindennapi kötőszó legyen, hogy én egy csomó trágárságot tőle tanultam meg, és nem értettem, hogyha nála lehet trágárkodni, meg nála lehet csúnyákat beszélni, mert hogy így énekelgettünk ilyen trágár kifejezéseket, és senki egy szót nem szólt, még a szülők is elkezdtek bazmegolni rá, akkor hazamentem, és mondtam egy ilyet, hogy bazd meg, akkor hogy miért néztek otthon ilyen kitágult szemekkel, hogy uramisten, hát mit enged meg magának a kis Rezsőke? De nyilván megint ugye ott vagyunk, hogy hát jó, a bűn az talán azért egy kicsit erős túlzás, hogy hát a káromkodni bűn, de hát hogy máshogy próbálod meg a gyerekednek átadni, hogy figyú, nem biztos, hogy kellene káromkodni, mert hogy ha mondjuk az utcán sétálunk, akkor hát ez milyen képet mutat a többi szülő előtt, vagy hogyha benn vagy az iskolában, akkor a tanár, meg a többi gyerek, meg az igazgató, ezeknek is azért lesz néhány szava ehhez a viselkedésformához, és hát nyilván akkor ez volt egy módszer, amit tényleg rengetegen alkalmaztak, hogy hát minden, amit csinálsz, többek között a káromkodás is, az bűnnek számít, és akkor talán annak érzed a súlyát, hogy mennyire egy komoly dolog az, hogy te neked nem szabad itt bazmegolnod, meg hasonló gyönyörű szép szavakat használni. Maga a cél megint csak nem egy rossz dolog, mert tényleg azért szerintem most már így felnőtt korunkra rájöhettünk arra, hogy hát hogyha valaki folyamatosan bazd meg el, mint most mi, az megint teljesen más képet mutat az emberről, mint hogyha normálisan artikuláltan megfogalmazza a gondolatait. Hát ezt valahogy le kellett egyszerűsíteni a kis 8 éves Rezsőnek és Danikának, ami meg így jött át akkoriban. És akkor beszéljünk az első gyónásunkról is, amit ugye ami ugye az első áldozás kell, hogy megelőzze. Ha jól emlékszem, hogy legalábbis ugye a hittan óra keretein belül gyakorlatilag elmegyünk a hittantanárral a templomba, és akkor ott van egy alkalom, amikor egymás után sorra kerülhet mindenki, és hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor össze kellett írni a bűneinket. Mert hát ugye a katolikusoknál van ez a intézmény, hogy gyónás, érdekes módon a reformátusoknál ez egyáltalán nincsen meg, és hát ők is boldogulnak valahogy, de nálunk meg ez van gyakorlatilag, hogy nem mondom, hogy nálunk, mert én nem vagyok katolikus, én felekezeten kívülinek tartom legfőképpen magam, vagy legfeljebb, de egyébként nem gondolkodok ezen, de hát katolikus neveltetést kaptunk, akkor mondjuk így, de hát, hogy nálunk volt ez a gyónás nevezetű dolog, ami teljes hülyeség, tehát, hogy ezt már említettem is a podcastben, hogy már onnantól kezdve, hogy kiszállsz a gyóntató fülkéből, már azon gondolkodsz, hogy mit fogsz csinálni, ami nem illik a 10 parancsolatba, például a paráználkodás, hogy más nem mondjak, és hát ilyetén formán teljesen értelmetlen ez a dolog, tehát, tehát erről lehet beszélni, hát nyilván megvan az értelme, meg nyilván egyébként hallottam már reformátust, aki irigykedett a katolikusokra, hogy hát nektek csak be kell menni a gyontató fülkébe, és gyakorlatilag leveszi nektek valaki a bűneiteket, kijöttök és bűntelenül kijöttök, és nincs semmi dolgotok vele, nekünk meg itt a lelki dolgokkal kell foglalkozni, hát hogy a francba lenne ez? Hát a katolikus ugyanúgy egyébként szenvedhet a bűneitől, kérdés, hogy mi bűn, mert hogy én biztos, hogy ez a káromkodást ezt nem tekinteném bűnnek, még ha ott van a 10 parancsolatban is, de mondjuk valami olyasmit csinált, amivel nem tudott megbékélni, na most azt hiába gyónja meg a papnak, és hiába mondja azt, hogy feloldozlak, attól az még ott van a lelkében, tehát hogy semmit nem old meg egy gyónás. És emlékszem, hogy amikor erre az első gyónásra mentünk, akkor a gyerekek ugye mi csinálnának, mi más csinálnának, mint egymás cetlieit nézegetik, hogy kinek milyen bűne van, és az én cetlimen szerepelt az, hogy loptam. Mert hogy ugye gyerekként azért így egyiknek a másiknak a legóját, meg a kinder tojásos játékocskáját, azt így ellopogatja, elcseni, hát ez, szerintem ilyesmi megtörténik. És az egyik gyerek az észrevette az én cetlimen ezt a lopás kifejezést, és hát bemószerolt a hittantanárnak gyakorlatilag, mert az ő értékrendjében ez a lopás, ez olyan dolog volt, amit nem szabad annyiban hagyni, hogy én bemenjek a gyontató fülkébe, és én rólam egy pap ezt levegye, és ennek ne legyen evilági foganatja, hogy ő elment a hittantanárhoz, és mondta, hogy hát ő lopott, és mutatott rám, hogy ő lopott. Azt meg így mondta, hogy jó, és akkor mi van, menjetek, készüljetek, te következel. Tehát ez elmond valamit az emberről szerintem. Na, hát igen, ennyire volt komolyan véve az, hogy te ekkora főbűnt követtél el. De nekem őszintén szólva ez a része nem maradt meg, lehet, hogy mondjuk a mi csoportunk máshogy is csinálta. Nekem inkább az volt egy nagyon váratlan fordulat az első gyónásomnál, hogy hát azért, ha jól emlékszek, akkor első áldozásnál talán ilyen 7-8, maximum 9 évesek vagyunk, tehát azért aránylag fiatal, de azért már láttunk filmeket, hát főleg mi mesélhetnénk azért, hogy 8 évesen már milyen filmeket láttunk, a 8. utas, a halál, meg ragadozó, meg hasonlókat csak felhozva példaként, de azért én már találkoztam gyónással, meg hát egyébként ugye, hogyha bemegyünk a templomba, akkor vannak is szép fülkék, amiben látszik, hogy hát akkor egyik oldalra beül a pap, másik oldalra beül a gyónni kívánó. Na most én ezt nem tudom, hogy már csak félre emlékszem-e, de én úgy emlékszem, hogy igazából nekünk is ez így fog kinézni, de nem így nézett ki, hanem face-to-face szembe találtam magam egyszer csak a pappal, és akkor egy ilyen kis térdeplőre le kellett térdepelnem, és gyakorlatilag ott a szemébe nézve kellett a bűneimet meggyónni. Hát mondhatjuk azt, hogy szerintem ebben a korban nagyjából ez lehetett akkor az első szóbeli felelet élményem, úgyhogy biztos, hogy ezért gyűlöltem meg a rohadt szóbeli vizsgákat, meg mindenféle felelést, mert most gondoljunk bele, hogy ott vagy te 7-8 éves gyerekként, igazából nem is feltétlenül fogod föl, hogy mi történik veled, csak azt tudod, hogy anyukád meg apukád ebben nagyon bele nyomtak téged, hogy ezt csinálni kell, akkor ezen a ponton már hetek óta hallgatod, amit te mondtál, hogy ne lopj, ne csinálj ezt, ne csinálj azt, gyakorlatilag egy szarember vagy, és akkor egyszer csak ott találod magad a pappal szemben, és rendkívül sebzetnek érzed magad, hogy tényleg ott ülsz kisgyerekként, és most neked be kell vallani a legsötétebb titkaidat, és hogy igazából azt sem tudod pontosan, hogy mit kellene bevallanod, mert hogyha még el is vettél egy ezrest a anyukád pénztárcájából, te ezt még ezzel a hülye kis agyaddal félig meddig úgy fogod föl, hogy jó, hát most oké, kivettem anyukám zsebéből egy ezrest, amiről ő nem tud, de nekem nagyon kell az a legószett, vagy mit tudom én, és és nem is biztos, hogy feltétlenül a bűnnel kötöd össze. És akkor emlékszem, hogy akár csak a bérmálkozás utáni Jónásnál, és itt is, hogy tiszteletlenül beszéltem a szüleimmel, meg nem mindig fogadok szót, meg mit tudom én, de hogy ez nekem egy akkora ellenszenves pillanat volt, hogy tényleg egy 7-8 éves ártatlan gyerek, aki azt sem tudja, hogy hol van, miért van itt, mit kellene csinálnia, ezt beültetik a pappal szemben, aki meg valljuk be őszintén ebben a korban egy elég tekintélyes figurának számít, mert mégiscsak egy vallásnak az egyik vezetője, képviselője, és akkor, hogy te beülsz oda, és nyilván most lehet, hogy ez megint csak ember válogatja, de hogy egy komoly ember ott áll veled szembe, te elmondod ezeket a bűneidet, ő meg hümmög egyet, és akkor utána mond neked egy idézőjeles büntetést, hogy na akkor mondjál el 10 mi atyánkat, meg morzsoljál, meg mit tudom én, és akkor menjél ki, és akkor te oda térdelsz le az oltár elé, mindenki elé, és akkor ott mormolsz, nem is biztos, hogy eszedbe jut az imának minden szava, de úgy csinálsz, mintha, tehát hogy annyira tényleg így visszagondolva ez egy nagyon ellenszenves pillanat és esemény volt, amire így annyira tényleg sebzetnek és ilyen belekényszerítetnek éreztem magam. És amikor ezen túl vagyunk, akkor ugye, mint említettem, jön a következő kihívás, hogy majd bérmálkozni kéne. Még mindig ott tartunk, hogy elrángatnak téged a templomba, mert önszántából egy gyerek nem akar menni vasárnaponként a templomba, legalábbis nem gondolom, hogy ez tendenciózus, biztos van erre példa. Én biztos vagyok benne, illetve magamból kiindulva, én úgy voltam vele, hogy hagyjanak engem békén, van jobb dolgom is vasárnap reggel, mint ezzel foglalkozni. És én át kell, hogy ugoljam a bérmálkozást, mert én azt arra nem kerítettem ebben a formában sort, de volt még egy élményem, ami így a szentségekkel van összefüggésben, hogy amikor már kicsit nagyobb bacska voltam, tehát hogy még nem voltam középiskolás, de már túl voltam az első áldozáson, akkor elmentem a családommal egyszer valamiért a templomba, és már meg tudtam hozni azt a döntést, hogy én részt veszek az áldozásban, ugye, amikor gyakorlatilag a pap ilyen ostját ad a szádba, hogy gyakorlatilag ugye ez miről szól, hogy részesülj az isteni szentségben, hogy te Krisztus testét megeszed, ez is egy formája annak, hogy egyé válj a krisztusi minőséggel, vagy egyé válj a vallásoddal, valahogy kifejezd a vallásod iránt érzett, nem tudom, hűségedet, persze, hát rohadtul nem erre használják, tehát hogy az áldozás az kizárólag, szinte biztos vagyok benne, kizárólag képmutatás, tehát hogy én, mert hogy, és most jön a lényeg, miért képmutatás? Mert hogy én, amikor ott ültem a templomba, akkor így mondtam a mellettem ülőnek, nem nevezem meg, hogy szerintem én kimegyek, és én most részt fogok venni az áldozásban. Az lett volna az első alkalom, amikor én ezt önként, önállóan, anélkül, hogy bármilyen hittantanár irányított volna, hogy én ebben részt veszek. Uh-huh. És akkor mondtam ezt a mellettem ülőnek, azt pedig így rám nézett, és kérdezte, hogy gyontál? És mert hogy ugye az az elv, hogy csak bűntelenül vehetsz részt az áldozásban. De én meg nem tudtam nagyon mit kezdeni azzal, hogy egy rohedli ember úgy áll fel az áldozáskor, úgy áll sorba, hogy nem a gyontató fülkéből jönnek ki, hanem egyszer csak gondolnak egyet, itt az áldozás, részt veszek az áldozásban. És hogy valóban ez így van, ha jól emlékszem, így van ez a szabály, hogy az vehet részt az áldozásban, aki teljesen bűntelen. De én nem voltam teljesen bűntelen, én nagyon régóta nem voltam gyónni, és akkor is ugye ezt szegezték nekem, hogy ha nem gyóntál, akkor nem áldozhatsz. És ez egy ilyen nagyon érdekes törés volt, hogy akkor én ezek szerint nem vehetek részt ebben. Én nem kerülettek közelebb ez a valláshoz, amiben engem beleneveltek gyakorlatilag. Én nem hozhatom meg azt a döntést, hogy én úgy ítélem, hogy én nekem kiegyensúlyozott a viszonyulásom a saját bűneimmel, mert egyébként szerintem az is egy legitim érvelés, hogy oké, elkövettem olyan dolgokat, amik a 10 parancsolatban szerepelnek, meg egyéb dolgokat is, de én ezt tudom, hogy miért követtem el, én ezt tudom, értem az okait, és nem bánom őket, mert hogyha újra el kellene követnem, akkor újra megcsinálnám. És ennek a érvelésnek, ennek a mérlegelésnek a létjogosultságát a katolicizmusnak a hitelveit teljesen eltagadják tőled. Uh-huh. Nem, nincs dolgod a mérlegeléssel, feltételrendszer van. Elkövetted? Ha elkövetted, akkor a gyontató fülkében a helyed. Ha oda bementél, elmondtad, teljesült, kijössz, bűntelen vagy, mehetsz áldozni. Ennyi. És én ezeket a dolgokat nem ugorhattam át, illetve megtettem volna, hogyha lettem volna annyira talpra esett vagy élelmes, de végül nem hoztam meg ezt a döntést, akkor inkább hallgattam erre, aki mondta ezt nekem, hogy akkor én nem gyóntam, akkor én nem veszek részt az áldozásban. Mondjuk én sem tudom már pontosan megmondani, hogy vajon bérmálkozásnál volt-e az utolsó áldozásom, vagy esetleg azért, mert a az összegyűlteknek a 99%-a fölállt, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát nem akarok az 5 ember között ülni, akik nem állnak föl, úgyhogy akkor én is beálltam a sorba. Elképzelhető, hogy egyszer, nem is tudom, valamelyik esküvőn, vagy temetésen már, nem tudom, mert ugye nem emlékszek pontosan már ezekre a különböző rituálékra, de azt tudom, hogy egyszer-kétszer beálltam életem során, de igen, tehát, hogy sok ilyen hafüggvény van, amivel nyilván én sem vagyok feltétlenül tisztában, és biztos, hogy a különböző tényleg esküvőkön, temetéseken, meg hasonló ilyen, nem tudom, ünnepeken biztos én is nagyon sok mindent elrontottam, mert nem térdelhettem volna, mert éppen nem voltam gyónni, vagy nem énekelhettem volna, mert nem voltam áldozni. Hát én ezekkel próbáltam nem foglalkozni, és tényleg általában anyájjal együtt viselkedni, és akkor talán senkinek nem teszek rosszat, mert hát nyilván megbántani se akartam senkit a résztvevők közül, de igen, tehát annyi minden van, hogy én sem voltam már tisztában mindig azzal, hogy na most akkor én ezt csináltam, nem csináltam, mehetek, nem mehetek, de hát mondom, mentem anyájjal, ahogy azt illik ugye a templomban. A következő kérdéskör, amit úgy körbe kellene járnunk, mert hát eljutottunk kronológiailag arra a pontra, hogy a tínédzser korban való útkeresés. Szerintem ez is egy meghatározó szempontja egyébként a katolicizmus kritikának, hogy amikor túl vagy a katolikus neveltetésen, tehát hogy már nem szorulsz arra rá, hogy a szüleid, meg a környezeted, mert sok esetben ugye a nagyszülők is közrejátszanak itt, hogy beléd neveljék, hogy igen, templomba menni kell, és igen, első áldozásra be kell téged iratni, vagy micsoda, meg bérmálkoznod kell, és akkor hajrá, hanem most már gyakorlatilag elvárják tőled, vagy hát nem elvárják, hanem elvárható tőled, hogy magadtól menjél, vagy hogy nem akarsz menni, akkor meghozhatod ezt a döntést, meg is kell fizetned az árat, például, hogy a családod baszogatni kezd, de már nem tudnak rá kényszeríteni, hogy menjél, mert most már egy 14 éves gyerek vagy, most mondtam egy számot, és nekem is volt egy ilyen szakaszom, hogy kerestem az utamat a tínédzserkorban. Kinek ne lett volna, amikor az ember valahogy a személyiségét próbálja így behatárolni, meg próbálja megtalálni a helyét a világban, hogy akkor én most ki vagyok, én biztos, hogy nem vagyok egy kemény csávó, biztos, hogy nem vagyok népszerű, mert akkor azt már észrevettem volna, de nem érzem magam gyíknak, de közben meg nincs barátnőm, akkor ki vagyok, meg mi itt a dolgom ezen a világon. Mm. És egy ilyen dilemmázás alkalmával volt az, hogy úgy döntöttem, hogy elmegyek templomba, elmentem anyámmal, azt ott beültem, és nem tudom, valahogy kíváncsi voltam, hogy mit tud nekem ez adni, hogy milyen utat tudna nekem mutatni ez a templom dolog, meg ez a mise dolog, hát nem sokat, mert volt egy nagyon súlyos dilemmám. Egyrészt az volt a dilemmám, hogy láttam, hogy azok, akik szar életet élnek, tehát ilyen szar emberek, főként az ilyen osztálytársak, ismerősök, haverok, akik látszott, hogy így merőben méltatlanok arra, hogy őket az Isten úgymond megjutalmazza, mert átverik a szüleiket, rákenik a haverjukra, hogy cigiszagúak, hogy azt mondták, azért cigiszagúak, mert rájuk fújta a haver a füstöt, meg vannak ilyenek, de még ennél rosszabbak is vannak. Na azt láttam, hogy ezek az emberek mindent megkapnak, amire vágynak, míg azok, akik jól próbálnak élni, és rendes emberek akarnak lenni, és jó indulattal akarnak viseltetni mások felé, azt össze-vissza szopatja az élet. Igen, hát sajnos ezek az évek elég érdekesen sikerültek, és hát nyilván voltak közös ismerőseink, akik aránylag érintettek voltak így az egész katolicizmussal, meg voltak ugye nem közös ismerőseink is. És hát érdekes, hogy kit mennyire bélyegeztek meg ugye akár az első altozásig tartó évek, és a neveltetés, meg a minden, és hogy mennyire furcsa ugye így visszagondolni, hogy hát itt van egy 10 éves fiatal fiú vagy lány, és gyakorlatilag ugye a korábban beléjük vert elvek alapján próbálnak élni, de nem is biztos, hogy felfogják pontosan, hogy miért lennének fontosak ezek az elvek, hanem hát csak ezt mondták a templomban, ezt mondták a szüleim, a nagyszüleim, mindenki az én környezetemben ezeket mondogatja, és hogy akkor ezt így szépen eltanulom, és akkor én is elkezdem ezt így mondogatni, meg képviselni, de ugyanakkor meg hát most akármennyire is próbálunk ezzel ellen tiltakozni, attól függetlenül még vannak szükségleteink, ösztönlények vagyunk, meg minden, meg hát azért mégiscsak egy több 10 000 éves evolúció, sőt, hát gyakorlatilag a kezdetek óta, ugye, ez a szaporodás, meg a minden, és akkor ugye jönnek ezek a szexuális gondolatok, meg a minden egyéb, hát gyarló emberek vagyunk egy gyarló világban, és tényleg egyéb igényeink is vannak, legyen itt szó tényleg ki akarom próbálni a cigizést, ki akarom próbálni a piát, meg ilyesmi. Jó, hát nem feltétlenül 15-16 évesen kell mindent kipróbálni, ezzel még egyet tudnék érteni, de hogy egy ilyen hatalmas konfliktus kezd el rengeteg emberben kialakulni, mert hogy hát ezt nem szabad csinálni, de szeretném csinálni, és akkor egyszer véletlenül kipróbálja valamelyiket, és akkor onnantól kezdve elkezdi magát ostorozni, tehát ebből a szempontból tényleg egy hatalmas törést tud szerintem okozni ez az egész belső konfliktus, és ahogy tényleg az oktatásnak, a neveltetésnek, meg a mindennek megvannak a táskái, amit a mai napig hordunk, ennek az egész belső konfliktusnak is, hogy na, akkor itt van ezek a keresztény dolgok, amiket itt jól belém vertek, de hogy ugyanakkor meg nem tehetünk róla, emberek vagyunk, de és szeretnénk csinálni ezt, azt, amazt. Úgyhogy ez nyilván bennem is egy bizonyos szintig megvolt, de mivel mondom, nekem nem volt annyira erős az ilyen neveltetésem, ezért nem volt annyira mérvadó ez a konfliktus, de hát persze igen, hogy ez az rossz, ez a csúnya, ezt nem szabad, azért ez bennem is egy szintig ott volt. Érdekelne egyébként, hogy a hallgatóknak volt-e ilyen meghasonlása így már felnőttként, hogyha egyáltalán katolikus neveltetést kaptak. Kérlek titeket, hogy írjátok meg a Szürke Zóna Kibeszélő nevű Telegram csoportban, amihova várunk titeket szeretettel. Volt egyébként a True Detective című sorozatnak, annak is az első évadában egy nagyon emlékezetes mondat, amit a Matthew McConaughey karaktere mond, hogy aki csak azért él tisztességes életet, mert valamilyen túlvilági jutalmat remél tőle, az valójában egy szarember. Most ez csak egy álláspont, de elmond azért valamit, meg hát vizsgálattárgyát képezheti, hogy én például azért próbáltam rendes ember lenni, távol áll tőlem, én nem akartam túlvilági jutalmat semmiképpen, tehát hogy én semmit nem azért csináltam az életemben, hogy nekem azért majd meg lesz a jussom a mennyországba. Talán nagyon kicsiként, amikor szorongtam ettől, hogy de ha nem jársz templomba, akkor a pokolra fogsz kerülni, és hogyha nem gyónsz meg, akkor a bűneid nem maradnak megbocsátva, vagy nem lesznek megbocsátva, és akkor nem fogsz mennyországba bebocsátatást nyerni, és nem találkozhatsz majd a szeretteiddel a halálod után. Tehát, hogy ezzel így engem szét lehetett szorongatni, vagy hogy mondjam, de igen, egyébként ez egy érdekes gondolat, hogy aki azért él tisztességes életet, mert valamilyen jutalmat vár érte, hogy én majd azért leszek jó ember, mert az Isten engem majd ezért megjutalmaz, az valójában egy szarember, mert lehet, hogy enélkül, az ígéret nélkül nem akarna jó ember lenni. Igen. És amikor útkeresés funkcióban voltam, akkor fogalmazódott meg bennem valami, ami pár évre meg is határozta azt, hogy hogyan tekintek a világra. Eljártam a templomba, de érdekes módon nem a templomba járás segített megfogalmazni, hogy lényegében a krisztusi utat kellene követni, vagy legalábbis azt kellene így szem előtt tartani. És ez alatt én azt értettem, hogy ki kell dobni a 10 parancsolatot, és meg kell tartani az új szövetséget, és azokat a példákat kell figyelembe venni, amik a Krisztus életéből, vagy a munkásságából, mondhatom, így következnek. Tehát, ha egy szóval fogalmazható meg, akkor ez a szeretet. Hogy mindig ez legyen a válasz, meg mindig ez legyen a kiinduló pont, és ide fusson vissza minden, hogy a szeretet, hogy szeresd a másikat, hogy az a lényeg, hogy legyen szeretet két ember között. És ezért én már nagyon fiatalon meg tudtam fogalmazni, hogy például mi a álláspontom a homoszexualitással kapcsolatban, hogy még más azt mondta, hogy rohadt szemét, keresztényellenes dolog, és akasztani valók a buzik, addig én azt tudtam mondani, hogy de hát szeretik egymást, akkor meg mi a baj vele. És ez egy érdekes, szerintem ez egy jó, meg egy követhető irányvonal, hát basszus azért mondjuk a kereszténység hitelveinek az 50%-át úgy szükségszerűen kiteszi ez a krisztusi út, úgyhogy szerintem nem kell, hogy annyira idegen legyen egy keresztény embertől az, hogy a szeretet vezérelje a cselekedeteit és az életére vonatkozó döntéseit. És érdekes módon nem a Biblia, és még kevésbé a misék voltak azok, amik segítettek közelebb kerülni a dilemmám feloldásához, hanem pont, hogy popkulturális elemek, sőt olyanok, amikhez a kereszténységnek semmi köze nincsen. Ilyetén formán a Krisztus utolsó megkísértése című Martin Scorsese film, amihez olyan szinten nincs köze a kereszténységnek, hogy az Erdő Péter nem volt hajlandó hozzájárulni ahhoz, hogy leadják karácsonykor a közszolgálati televízióban, mert hogy hát ez nem krisztusi dolog. És való igaz, tényleg a katolikus hitelvekhez kevés köze van, ezt egy görög író, a Nikos Kazancakis írta, és az első olyan dolog volt számomra, az első olyan feldolgozás, ami a Krisztust, a Jézust, azt nem egy ilyen abszolút embertől elszakadt, abszolút Isten minőségben bemutatott ilyen übermencsként volt ábrázolva. Tehát ebben nem így volt ábrázolva Jézus, mint bármilyen más feldolgozásban, hogy így semmi köze az emberiséghez, mert ő már egy sokadik szinten magasabban van, hanem bemutatta azokat a dilemmákat, a Willem Dafoe kiváló alakítása mentén, hogy mivel kellett szembesülnie ennek az embernek valószínűleg. És ugye van egy fordulat benne, amivel most semmit nem fogok elszpoilerezni, mert 87-ben készült a film, hogy a film 3/4-énél, amikor keresztre feszítik a Jézust, akkor megjelenik neki egy angyal, és elmondja neki, hogy bocs, vissza az egész, valójában az Istennek az üzenetét hozom, nem te vagy a megváltó, lejöhetsz a keresztről, nem kell meghalnod a kereszten, nem kell szenvedned, töröljük az egészet, és belemegy ebbe az alkuba, vagy hát nem is alku, hanem megkönnyebbül, hogy hál' Istennek nem nekem kell lennem a Krisztusnak. És onnantól kezdve meg hát egy más dilemma merül fel, hogy a film végig neki ki kell tudnia önállóan mindenfajta kényszer nélkül mondani, hogy én szeretnék lenni a messiás. És erről a dilemmáról szól az egész, hogy mit kellhet az ember vagy az Isten fiának megélnie. És semmi nem vitt közelebb engem a krisztusi témához ennél a filmnél. Tehát semmi. Tehát ezt mindenkinek ajánlom, mert rohadt jó módszerek, megoldások vannak benne, tök jó film, tényleg a alámerítő Jánost, akit ugye most mindenki kijavítana, hogy hát keresztelő Szent János, de amikor még nem feszítették keresztre Jézust, akkor még nem tudtak keresztelni. Ilyetén formán nincsen keresztelő Szent János, hanem alámerítő János, John the Baptist, így hívják angolul, és a filmben is alámerítő Jánosként fogalmazták, vagy nevezték meg. Na például az ő neki a találkozása Jézussal az olyan rohadt jól meg van csinálva, hogy lemennek valami tényleg ilyen, nem is tóhoz, hanem valamilyen sártengerhez, ahol ilyen félmeztelen, ilyen beekizett állatok így vergelődnek kb. Így, jó, hogy nem pogóznak, tehát így rohadt jól meg van csinálva ilyenet. A másik popkulturális elem, ami meg közelebb vitte ennek a dilemmának a feloldásához, az meg érdekes módon a South Park. Nekem az életemben semmi nem alakította a személyiségemet jobban a South Parknál, és annak volt egy epizódja, aminek megint csak semmi köze nem volt a katolicizmushoz, amikor a Cartman vidám parkot kap. Talán emlékeznek a hallgatók, hogyha nézték. Nagyon durva, ugye, hát minden epizód nagyon durva, de hogy abban az epizódban arról volt szó, hogy a Cartman örökölt valami rengeteg lóvét, és ő azon vesz egy vidám parkot. És a Kyle ugyanabba a dilemmába bocsátkozik, amiben én is voltam, hogy a Cartman az miért kap annyi pénzt, hogy vehet belőle a vidámparkot, amikor egy tróger, és a Kyle-t azt miért szivatja össze-vissza az Isten, mint például aranyérrel, vagy nem tudom mivel, tehát kapott az epizódban valami aranyéret. És ezt a dilemmát, ezt úgy oldja fel az epizód, hogy a Cartman megszívja ezt a dolgot, mert a vidámparkját nem tudja önállóan használni, hanem ahhoz kellenek szerelők, mert állandóan elromlanak a gépek. Ahhoz, hogy a szerelő kapjon pénzt, ahhoz be kell engednie valamennyi embert, de ahhoz, hogy a szerelő mellett tudjon még dolgozni, amit a jegyszedő, ahhoz is be kell még valamennyi embert engedni, és a végén már mindenkit be kell engedni, ami az egyetlen dolog, amit nem akart, és gyakorlatilag elárulja, tehát el is adja a francba a vidámparkot, mert ő nem így képzelte ezt el. És akkor kiderül a Kyle számára, hogy nem arról van szó, hogy a Cartman mindent megkapott, holott egy tróger, hanem megkapta azt, amire vágyott, és utána elvették tőle. Igen. És felemelte őt az Isten, hogy nagyobbat koppanjon. Röviden így fogalmazható meg. Aztán ki tudja, lehet, hogy tévedek e tekintetben, de nekem ez egy jó iránymutatás volt, hogy nem kell irigyelni azoktól az emberektől a földi javakat, akik trógerek, mert nem biztos, hogy véletlen, hogy földi javakban részesülnek. Hát igen, nyilván az ember ezen sokat szeret stresszelni, hogy neki miért van meg, nekem miért nincs meg, legyen szó tényleg akár földi javakról, vagy bármi másról, párkapcsolatok, meg ilyesmi. Hát nyilván nehéz ezt így ott helyben, főleg fiatalként kezelni, mert nyilván csak a magadban lévő negatív dolgokat látod, meg hát hogyha elindult el egy ilyen vallásos neveltetéses úton, akkor jaj, hát biztos, hogy Isten így, meg úgy, meg amúgy. De hát a mindennapokban nehéz ezeket a dolgokat így összekötni, meg felfogni, főleg fiatal fejjel, sokszor felnőtt fejjel is nehéz megérteni, hogy adott embernek miért vannak milliói, miért makkegészséges, meg hasonló, a másiknak pedig a szülei rákosak, ő is nem tudom milyen örökletes betegségben szenved, és a többi, és a többi. Hát igen, ez nehéz kérdés, és ez nem biztos, hogy feltétlenül jól van kezelve, és sokszor vallási szempontból úgy van ez az egész megmagyarázva, hogy hát Isten útjai kifürkészhetetlenek, és hát biztos megvan a terve veled. És őszintén szólva, én szerintem az esetek 99,9%-ában ezzel az érveléssel nem biztos, hogy sokat tudnék kezdeni, sőt, valószínűleg még fel is háborodnék tőle. Hozzátenném még az előzőkhöz, hogy az idő is segített egy picit ezt a dilemmát kezelni, mert pár éves kiderült, hogy azok az ismerősök és barátok, akik grandiózus sikereket állítottak magukról, azok valójában hazudtak. Tehát akik megfektetett barátnőkről, mit tudom én, ormótlan népszerűségről beszéltek az iskolájukban, azok nagyon rövid úton, hát az idő segítségével kiderült, hogy ezek a dolgok nem voltak igazak, ezeket hazudták, az esetek többségében azért, hogy tiszteletet nyerjenek, de talán a legtöbbször inkább azért, hogy valamilyen érzelmi impulzust váltsanak ki belőlem, vagy másból, mert hogy ez a lódítóknak az egyik sajátossága, hogy mindegy, hogy mi, de valamilyen impulzus gerjedjen fel benned miatt, amit mondanak. Legyen az akár irítség, harag, vagy féltékenység, teljesen mindegy. A hazudozás lényege, hogy valamilyen szélsőséges érzésed legyen a hazudozó irányába. Hallgassátok meg a Lódítók című epizódunkat, amiben erről beszélünk. Itt most fel is emlegetném egy haverunkat, akivel régen jóban voltunk. Zsombornak fogom hívni, természetesen nem az igazi nevét használom, és azért fontos, hogy róla beszéljünk, mert ő nyakig benne volt a katolicizmusban, talán még ma is. De amikor abban az életszakaszban voltunk, amikor hát úgy tényleg kiforrott, vagy kezdett kiforrani, vagy ki tudott forrani az embernek a személyisége, meg úgy kialakult, hogy most ki vagy, akkor ő hát szerintem nem egy jó irányba indult el, mert hogy ő tiniként belebocsátkozott egy párkapcsolatba, vele egy idős lányjal, amiben a lány teljesen elzárkózott az intimitástól. De hát ugye így jár az, aki a vallásos rendezvényeken talál magának barátnőt. És hát mit volt mit tenni, mert hát volt neki is egy dilemmája, hogy miközben, tehát hogy nekünk is lett barátnőnk, ahogy neki is, de miközben azért úgy 18 éves korunk tájéken azért már úgy elkezdtünk szexuális életet is élni, talán nem lepek meg ezzel senkit, hogy ez a természetes velejárója egy fiatalkori párkapcsolatnak, de neki meg erre semmi lehetősége nem volt, mert mondom, ez a lány, ez hallani se akart erről. Általában ugye beszariak, vagy hogy mondjam, tehát félnek ezek a lányok attól, hogy szexeljenek a fasziukkal, de itt basszus évekig tartó párkapcsolatról beszélünk, tehát ilyen 3-4 évek, és így közben így 20 éveseké érnek ezek az emberek, és még így sem mernek egy csomószor, mert hogy vannak ezek a vallási dogmák, hogy házasságig nem szabad szexelni. Házasságig szexelsz, az bűn. Uh-huh. Az bűn az Isten szemében, házasság előtt. És mit volt mit tenni? A srác is elmélyült ezekben a vallási dogmákban. Nem a vallásban, a dogmákban. És ez nagyon-nagyon lehangoló így ebben a formában. És nem a krisztusi utat kereste, és még kevésbé gyakorolt önvizsgálatot, ami szerintem talán a legnemesebb célja lenne ezeknek a dologoknak, hogy így vizsgáld magad, hogy így körbejárt, hogy mit csináltam rosszul, hogy tudnék jó ember lenni, milyen cselekedetek azok, amik az Isten szemében megszívlelendőek, és melyeket utasítja el. Na, ő teljesen a dogmák mentén vezette ezt le, és nagyon egyszerű volt az a logika, amit John Bore levezetett, és amelyet nem volt rest agitálni felénk is, hogy paráználkodni bűn. Na most 17 éves gyerekekről, 18 éves gyerekekről beszélünk, egymás között ülünk, beszélgetünk, iszogatunk, és van egy tag, aki ezt képviseli, hogy paráználkodni bűn. Uh-huh. És ez volt a logikája, hogy aki házasság előtt közösül, a párjával az bűnös, és mivel ő nem paráználkodik, ő nem bűnös, bezzeg mások. Tehát ő így oldotta föl ezt a dilemmát, hogy a barátainak van szexuális élet a barátnőjével, neki meg nincs, mert az ő barátnőjükkel, neki meg nincs a sajátjával, tehát átadta magát a dogmáknak. És volt egy sátrazásunk, ugye talán említettük is a barlangászokról szóló epizódunk, csak nem a barlangászos, hanem amit arra reagáltunk, a Trollok voltak című epizódunkban emlegettük ezt a sátrazást, hogy mi a barátokkal így kiártunk az egyikünknek a szüleinek a telkére, lenyírtuk előtte a füvet, hoztunk sátrat, felúztuk, és ott töltöttünk egy ilyen nem tudom, nyári éjszakát, amikor így iszogattunk, beszélgettünk, tüzet raktunk, valamikor bográcsoztunk, valamikor szalonnáztunk, és jó volt ezeket a dolgokat megélni. És egy ilyen sátrazás alkalmával körbeültük a tüzet, és beszélgettünk. És volt nálunk valami abszint származék, biztos, hogy nem volt az, tehát nem konkrét abszint volt, hanem valamilyen abszint nevű ilyen színezett szesz, de emlékszem, hogy valaki hozta, hogy na tessék, nektek, itt van jó kis abszint, ügyatok. De hát nem fogyott, mert szar volt, tehát arra tisztán emlékszem. És Zsombor előszeretettel locsolgatta a tűzre, kereszteket formázva, miközben latin, vagy latinnak ható szövegeket mormolt. Nem tudom, erre emlékszel a Dani? Tehát, hogy... félig meddig, igen. Annyira élénken már nincs meg az emlék bennem, de úgy rémlik valami, hogy igen, azért a végén mondtuk, hogy ez a rengeteg piaméra tűzre került, még akkor is, hogyha rossz. Igen, és gyakorlatilag ez volt, 2-3 percenként megcsinálta, hogy így fogta az üveget, és így ilyen keresztet formázva, így belelocsolta a szeszt a parázsba, amitől az felizzott egy ilyen kereszt formában, mert hogy ő közben mormolt valami Ave Maria Grazia Prego, valami nem tudom ilyesmit. Nyilván tetszett neki, hogy felizzik a parázs, vagy nem tudom micsoda. És beszélgettünk ilyen hétköznapi fiatal fiúkat érintő témákról, és ugye, mint említettem, már sokunknak volt barátnője, neki is, csak ugye nem szexeltek a fenti okokból, és mondtam valamit a barátnőmmel összefüggésben, amire válaszul a semmiből nekem szegezte a kérdést, hogy Rezső, te hiszed Istenben? És mondtam, hogy igen. De a keresztény Istenben hiszel? Mondom, igen. És a következő volt a kérdése. És szerinted az Isten mit szól ahhoz, hogy ti itt a barátnőddel orbaszájba dugványoztok? És emlékszem, azonnal tovább ment a beszélgetés, tehát hogy így valaki erre reagált valamit, de nem mentünk bele, de én válaszra is méltatlannak találtam ezt a kóstolgatást, mert aki ilyet mond, az rohadt szánalmas, tehát abban biztos vagyok. És valamit reagáltam utána, hogy hát én abban hiszek, hogy így ugye a szeretet a lényeg, meg hát ugye, amit előbb is elmondtam, hogy én igazából azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy két ember közt szeretet van, onnantól kezdve nagy baj nem lehet az Isten szemében sem, de hogy így nem látszott, hogy ez nem megy be, meg se hallja, tehát nem is érdekli. De őt egy valami érdekli, hogy feloldja azt a dilemmát, hogy másokkal szemben ő nem szexelhet még a barátnőjével, mert az nem teszi ezt lehetővé. És így oldotta fel, hogy ő Isten szemében, ő nem bűnös, szemben mindenki mással, így például én bűnös vagyok Isten szemében. Azt gondolom, az a nagy-nagy baj, vagy akkor van nagy baj, amikor valaki személyiséget kovácsol magának a vallásosságból. Ez különösen a fiatal korban tendenciózus, és rendkívül káros is szerintem. Még a papok sem demonstrálják annyira a vallásosságukat, mint időnként egy-egy tini, aki keresi önmagát vagy a személyiségét. Ismertem egyébként egy másik embert is, aki élete egy bizonyos szakaszában kb. A bullyinghoz alkalmazott újabb eszközként használta a vallásosságot, tehát baszogatta azokat az embereket, akik nem járnak templomba, hogy miért nem jönnek templomba, meg hogy miért nem gyónnak, meg hogy miért beszélnek csúnyán. Persze ő aljasabb dolgokat követett el másokkal szemben. Már csak erről is beszélünk, hogy valakikkel szemben folyamatosan emlegeti, hogy miért nem jársz templomba, amikor kéne templomba járni, és hogy el fogsz kárhozni. De éppenséggel tételesen nem szegte meg a 10 parancsolatot, sőt, épp ő volt az, aki hát emlegette a templomba járás szükségességét, tehát a saját szemében ő egy mintakatolikus volt. Hát igen, az a helyzet, hogy érdekes megközelítés ez, hogy most itt vannak a drága barátaink, akik nem azt az életet élik, mint én, mert velem egy kicsit komolyabban foglalkoztak ezen a téren, és hát sikerült gyakorlatilag belenevelni ebbe az egészbe, hogy akkor én megint csak képviselem ezeket az elveket, meg járok templomba, meg ilyesmi, de hát nekem az nem elég, hogy én ezt csinálom, hanem ez másokat is azért úgy rá kéne venni, vagy egy kicsit esetleg durvábban rájuk kéne szólni, hogy hát figyelj már, miért nem vagy ott templomban, miért nem jössz áldozni, miért nem jössz gyónni, hát pokolra fogsz jutni, és el fogsz égni, ugye, ahogy Mr. Garrison is mondta, és hát igen, ez kicsit megint csak azért főleg a fiatal korban, amikor, ahogy mondtad, rendszeresen beszéltünk olyan hétköznapi témákról, amik hát a dogmák szerint az tényleg csúnya dolgok, és most itt tényleg nem csak a szexről van szó, hanem akármi másról, hogy jaj, hát képzeljétek, hogy úristen, elloptam egy óvszert a boltból, vagy akármi, és hát na, fiatalok vagyunk, tényleg csinálunk hülyeségeket, és ez valahol szerintem a szerves része, főleg a fiatal fiúknak, hogy ugye az okos ember az más hibájából tanul, hát a hülye gyerekek meg a saját hibájukból, és ezzel szerintem nincsen feltétlenül gond. Hát most nyilván itt nem arról beszélünk, hogy megöltünk valakit, vagy megerőszakoltunk valamit, hanem azért véleményem szerint általában eléggé megbocsájtható bűnökről beszélünk, de valahogy mégis ez úgy lett beállítva az akkora mi köreinkben a kevés ember által, hogy hát ez nem kellene így csinálni, rohadtul nem kellene így csinálni, mert hogy el fogunk kárhozni. És hát nyilván azért ezekben a fiatal körökben ez nagyon nagy ellenszenvet tud generálni, ami szerintem simán megúszható lenne, hogyha a nem vallásos és valamilyen szinten figyelemmel lenne a vallásosra, és a vallásosra is ez így fordítva igaz lenne, tehát vice versa, ennek így meg kell valósulni, de hát nem, mert sajnos ugye annyira bele van verve a fiatalokba ez az egész, hogy ezt így nem szabad, ez bűn, meg minden, hogy hát nyilván a belső frusztráltságaik azok így jönnek ki, hogy hát akkor esetleg jobban rámordul a barátaira, vagy ilyen kérdéseket tesznek föl, amit meg a másik nem tud kezelni, hogy hát te figyelj már, itt ismerjük egymást 10 éves, te ilyeneket kérdezel tőlem, hogy Isten mit gondol rólam, úgyhogy ezért mondom, hogy ebből a szempontból sem feltétlenül egészséges az, hogy ennyire a dogmáknak élni, mert tényleg hát fiatal korban, ilyen korban ezeket a szituációkat nem tudjuk kezelni, és ezek teljesen megúszható dolgok lennének, hogyha a keresztény ember is azt vallaná, amit elvileg vallani kellene, hogy hát szeressük egymást, meg bocsássunk, meg hasonlók. A kérdés az, hogy mit viszel magaddal a katolikus neveltetésből, mert hogy megint csak kronológiailag eljutunk oda, hogy 20 éves elmúlsz, biztos, hogy nem viszed magaddal a 10 parancsolatot, pedig hát, mint az állat beléd égették, hittantól kezdve, hogy ennyi van, ennyi a dolgod a vallásossággal, a 10 parancsolat, ne lopj, ne ölj, ne parásztálkodj, hogy STB. 20 éves korától viszont még az is töljék rá, aki addig szentírásként tekintett rá, már pedig azt mondjuk. De hogy mondjátok már meg, tehát a 20 éves kortól kezdve nem foglalkozol a 10 parancsolattól. Lehet néha így fellángol benned, hogy új, ez azért foglalkozni kell, hogy ne paráználkodj, de hát most hagyd ne mondjam már a paráználkodást, mindenki megszegi, tehát hogy de ne nézzük már hülyének egymást, tehát hogy még a papok is megszegik, na, de nem nincs ezzel semmi baj. De az élet egyébként is élhetetlen, ha örökösen a bűnei terhe alatt kell élned. De a kérdés, mit viszel magaddal a katolikus neveltetésből? Az én elméletem a következő. A katolicizmus nem ad egyebet, mint a lehetőséget, hogy 10 évesen beiratkozhatsz a boomerek generációjába, az apádék generációjába, azaz korán megvénülhetsz. Átugorhatsz pár évtizedet, nem leszel érettebb gondolkodású, nem leszel több férfi, mint a veled egykorúak, csak a mindseted, a mentalitásod fog igazodni a szüleidéhez. A másik dolog, amit pedig kapsz a katolicizmustól sajnos, az pedig az életfogytig tartó kényszerek. Tehát például az, hogy keresztet kell vetned a templom előtt. Én mindmáig szenvedek ettől, már alsó hangon 1 évtizede elhatároltam magam a katolikus vallástól, és még mindig azon kapom magam, hogy keresztet vetek reflexzerűen, amikor kifordulok a templom előtt. A Zsombor, akiről előbb beszéltem, ő volt olyan, aki minden evés előtt elmondott egy imát, tehát amikor a sátlazáson mindenki megkapta a bográcsos kajáját, akkor ő így a combján egyensúlyozva így próbált valamilyen olyan úgy összetenni a kezeit imára, hogy bármikor el tudja kapni a tányérját, hogyha az elkezd leborulni a combjáról, tehát hogy ez önmagában parodisztikus, de el is mondj valamit erről a dologról. És ő még akkor is keresztet vetett, amikor olyan helyen voltunk, aminek a közelében több 100 méterre a háztömbök mögött volt egy kápolna. És emlékszem, egyszer héveztünk be bulizni, vagy nem tudom micsoda, és megyünk, de ugye sötét volt már, és azt se tudtam, hol vagyunk, és azt látom, hogy keresztet vet. És így mondtam, hogy itt most mi volt, baszki? Tehát, hogy itt most mit vetettél keresztet? És akkor rájöttem, hogy földrajzilag arra a szélességi körre jutottunk, ami azonos azzal a több 100 méterrel odébb, talán a másik kerületben lévő kápolnával, vagy templommal, ami előtt az ő felfogása szerint elmentünk. De mondom, itt nem a hitelveiről van szó, hanem a kényszerről, hogy itt egy templom, a közelbe keresztet kell vetnem. Igen. Meg hát az, hogy az imádni is csak a jó Istent szabad, tehát hogy ez a legnagyobb hülyeség, amit nem mondhattam ki gyerekkoromban, az, hogy én ezt imádom ezt a pisztáciafagyit, vagy mit tudom én micsoda, mert mindig volt valaki, hogy imádni csak a jó Istent szabad, és ebből mi következik? Tehát nem csak az Istent szabad imádni, hanem bármire mondhatod, hogy imádod, meg mondhatod azt is, hogy esküszöm, amikor nem gondol komolyan, nem lesz belőle semmi, de mégiscsak ezeket a dolgokat rákényszerítették a gyerekekre. Nyilván Itt van egy érdek, hogy vallásos neveltetést akarnak adni a gyereknek, legyen egy katolikus neveltetése, legyen egy katolikus felfogása, azt majd mi eldöntjük, hogy neki milyen legyen a vallása, katolikus legyen, de talán bízom benne, hogy itt van egy mélyebb szándék, hogy legyen egy tiszta és jó élete, meg egy személyisége a gyereknek, aki a jóra törekszik, csak ez nincs átfedésben a jóval. A 10 parancsolat nincs átfedésben a jóval. Nem leszel jobb ember, hogyha betartod a 10 parancsolatot. Meg attól kevésbé leszel jó ember, még kevésbé, hogyha ilyen kényszereket plántálsz magadba, hogy keresztet kell vetned, ha elmész a templom előtt, meg minden este el kell mondanod egy mi atyánkot, meg nem mondhatod, hogy imádom, mert imádni csak a jó Istent szabad, és hát nem tudom, soroljatok fel még ilyeneket, hogyha eszetekbe jut ilyen a szürke zóna kibeszélőbe, létszik. Nyilván egyébként egyszerű a kérdés, már csak ha odáig visszamegyünk, hogy felnőtt emberként, most nyilván ki éppen milyen életszakaszában van, van egy egyetem, ahol van egy vizsgaidőszak, vagy van egy egyetem és egy munkahely kombináció, vagy már adott esetben van egy komoly párkapcsolatod, ne adj Isten, már gyereked is van, hát ugye ez már 18 után bármelyik kombináció megtörténhet. És hát tudjuk jól, főleg mi, ahogy kezdünk egyre idősebbek lenni, hogy minden pillanat tényleg egy értékes dolog, és hogy főleg amikor túl vagy dolgozva, meg nagyon sok a kötelezettség, aminek eleget kell tenned, hogy egyáltalán fedél legyen a fejed felett, hogy mindezek után te végre eljutsz ahhoz, hogy neked legyen a hetednek a végén 2 nap, amikor úgy egy picit lerúghatod a cipődet, meg kiengedheted a nadrágszíjat, és akkor, hogy de abból is az egyik nap az úgy kellene, hogy kinézzel, hogy hát az Úr napja, tehát akkor neked 9-re már ott kell lenni a templomban, jó, hát oké, van egy délután 6-os mise is, de hát lássuk be, hogy megvan az a verzió is, hogy jó, akkor reggel nem mész misére, de hát akkor még esetleg le kell nyerni a füvet, meg a gyerekkel ezt kell csinálni, meg mit tenni, és akkor már úgy vagy, hogy délután 6-kor már meg se akarsz mozdulni, és hogyha a régi szép időket nézzük, akkor fogod a üvegsor a kezedben van, és leülsz a tévé elé, csak hogy egy kicsit ki tud kapcsolni az agyad, és hogy nem, ezt sem tehetnéd meg, mert hogy neked ezt a napot arra kellene áldoznod, hogy akkor az Úrnak eleget teszel, hogy akkor bemész az Úr házába, és akkor ott töltöd az időt, és hogy ez is ilyen kényszeres, hogy hát Úristen, azért hányszor hallottuk mi is ezt, hogy hú, most kihagytam ezt a vasárnapot, akkor most mi lesz, hát akkor lehet, hogy azt kéne, hogy most pénteken is elmenjek, meg akkor meg vasárnap is elmenjek, mert akkor ugye a péntekkel pótlok, és akkor a vasárnappal meg az éppen aktuális heti misét, akkor annak eleget tettem, és hogy tényleg ezek a dolgok, meg abszolút, hogyha bármi ünnepnap van, akkor is jó, hát most mi is változóan veszük komolyan kettőnk közül az ünnepeket, mit tudom én, hát régi emlékeim szerint neked is a húsvét leginkább a gyönyörű szép sonkáról szól, nekem mondjuk a karácsony meg a süti halmazról, amit mondjuk így mára már meguntam, de hogy nem, hát ekkor is ott az éjféli misék, meg a gyertyagyújtások, meg az ilyesmik, tehát hogy úgy tényleg ezek az ilyen kényszeres dolgok, hogy ott kell lenni, meg kell jelenni, hát főleg ugye azon a környéken, ahol mi lakunk, meg hát azért ez még több helyre igaz, ugye főleg vidéken, hogy hát nem mész el egy misére, nem mész el egy áldozásra, hát akkor kinéz téged a falu, hogy képzeled te, hát már 30-40 éve jársz a templomba, és akkor most kimertél hagyni egy hetet, és akkor már indul a pletyka, nyilván most egy kicsit előre haladtam, de hogy ez már ugyanúgy a 20 körüli életkornál is igaz lehet, hogy már 10 éve jársz templomba, és akkor kihagysz egy hetet, vagy kihagysz 2 hetet, és hogy igazából senkit nem érdekel, hogy miért hagytad ki, hogy meghalt anyukád, vagy tök mindegy, hogy mi, hát nem tettél eleget a kötelezettségeidnek, és igen, és akkor az emberek ettől frusztráltak lesznek, és már kb. Azt meg kell gyónniuk, hogy hát én kihagytam a 2 héttel ezelőtti misét. Beszéljünk a 10 parancsolatról. Na most az a helyzet, hogy, mint emlegettem, ez az egyik legerősebb dogmája a katolikus vallásnak. Lehet, hogy a reformátusnak is arról az a kapcsolatban nincsen tapasztalatom, de azt tudom tapasztalatból, hogy amikor első áldozók voltunk, hát azt megelőzően hittanórákon ezt pörgették folyamatosan. Minden egyes hittanóra végén elmondták a gyerekeknek, vagy elmondtuk a pappal együtt, hogy mi a 10 parancsolat. És kellett mantrázni, hogy ne lopj, ne ölj. És egy hittanórára emlékszem, ahol a pap éppen arról beszélt, hogy egyébként a sátánnak is van 10 parancsolata, csak az alternatívája, vagy az ellentét, az inverze a isteni 10 parancsolatnak, hogy neki meg az, hogy ölj, lopj, paráználkodj, és ugye az volt az elv, hogy a sátán az kísértésbe próbál minket ejteni, hogy ezeket elkövessük, és hogyha elkövetjük, akkor bűnözünk, akkor bűnöket valósítunk meg. Na most én nagyon sokáig nem foglalkoztam ezzel a témával, aztán elolvastam a Bartus Lászlónak a Feszlesz című könyvét, ami ugye részint egy Németh Sándor kritika, higgyül is Németh Sándorra gondolok, és volt egy fejezete, a Józsi a mennyből néz. Az számomra megvilágító erejű volt, de nem is egyébként nagyon a Németh Sándorra vonatkozó része, hanem mert az volt az a fejezet, ami ezzel a témával, ezzel a 10 parancsolattal kapcsolatos szorongásos állapottal foglalkozott. És akkor értettem meg, amikor elolvastam azt a fejezetet, hogy sokféleképpen néztem már a Bibliára, de jogász szemmel még sosem. Mert ugyanis nem szóltak a hittanórák végén, hogy az Ószövetséget eltörölte, hova tovább meghaladta az Új Szövetség, és mindaz, amit mantráztunk a hittanórákon, az valójában hatálytalan. Mert hogy az a téves állítás, hogy a mennybe kerülés nem automatikus, mert ha a halál bűnös állapotban éri az embert, akkor semmilyen erő vagy hatalom nem tudja őt megmenteni. És hát felmerül a kérdés, a mózesi 10 parancsolatnak való megfelelés az üdvözülés feltétele? Tehát a hívő csak akkor kap üdvösséget, ha minden bűnét megbánja és megvallja? Ilyetén formán arról lenne szó, hogy aki a cselekedeteivel megsérti a 10 parancsolatot, azaz a törvényt, az pokolra kerül, aki pedig megtartja, az üdvözül. Mert ez, mint tudjuk, élhetetlen az élet a 10 parancsolat betartásával, vagy ha betartod, akkor egy fos életed lesz, és semmit nem tapasztalsz, semmit nem élsz meg, kimaradsz mindenből, de legalább meghalsz, és hát nem tudhatod, hogy van-e mennyország, tehát hogy még az sem bizonyított, nyilván, hogyha csak hitelvekre alapozunk, akkor nyilván van, de én nem kockáztatnék, tehát hogy én magam részéről inkább köszönöm, nem élek a 10 parancsolat szerint. De ugye ez azzal jár, hogy mindeközben pedig halálra szorongat téged a katolikus vallás, hogy hát akkor viszont bűnöztél, és emiatt a pokolra fogsz kerülni. Mert hogy valamiért nem közölték a kedves hívőkkel, hogy van egy pici bökkenő, hogy konkrétan a Krisztus a bűneinkért halt meg, elvileg. Tehát ha nem üdvözülhet más, csak az, aki betartja a 10 parancsolatot, akkor hát felesleges volt a megváltás. Tehát, hogy Jézus akkor miért halt meg? Jézus elvileg azokért áldozta fel magát, az a bűnös emberekért, hogy nekik ne kelljen. Tehát az Isten az életünk minden bűnét a Jézusra helyezte a keresztfán. Azokat is, amelyeket a megtérésünk után követünk el. Tehát mi dolgunk tehát a bűneinkkel, amikor Jézus már meghalt értük? Mert hogy ki lett fizetve az ára? Mert neked ingyen jár az üdvösség, ezt elfelejtették közölni, hogy nincs dolgod a bűneiddel, és ez itt a legérdekesebb része. Ez nekem ilyen megvilágító erejű volt. Ha ebből a szempontból nézzük, akkor a gyónás intézménye teljesen fals, és a Bibliából következően felesleges is. Mert hogy nem kerül a pokolba az, akinek nem volt ideje Istentől bocsánatot kérni a halála előtt minden bűnért, amit előtte elkövetett. Ha ettől függne az üdvözülés, akkor minden bűn után az ember elvesztené az üdvösséget, amit állandóan vissza kellene szerezni a gyónás útján. És ennek megvannak egyébként a bibliai alapja is, így például a zsidókhoz írt levél Jézus áldozatáról azt írja, hogy ő azonban egy áldozattal áldozván a bűnökért mindörökre ült az Istennek jobbjára, várván immár, míg lábainak zsámolyául vettetnek az ő ellenségei, mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket, bizonyságot tesz pedig erről minékünk a Szentlélek is. Hát igen, akkor már nagy bajban vagyunk, hogyha Rezső, te elkezded jogi szemmel is vizsgálni ezt az egészet, biztos egy külön rovatot lehetne indítani, de valóban hát érdekes dolgok vannak benne, és tényleg hát nem hiába szokták mondani, hogy az egyik legsikeresebb fantaziregény ez a Biblia, és hát igen, sajnos sok ellentmondás is van benne, és tényleg, hogyha most nem csak az összes történetre gondolunk, akkor például az előbb felsoroltakban is, hát valóban Jézus akkor minek halt meg, hogyha nekünk meg folyamatosan kell gyónnunk a bűneinket. És hát ez egy érdekes dolog. Szerintem még egy másik nagy probléma az, hogy erről a kérdésről nem nagyon lehet beszélgetni, úgy, hogy az egyik fél az nem gyakorolja a vallást, a keresztény vallást, a másik pedig mondjuk kicsit komolyabban veszi ezeket a dolgokat, már adott esetben a bigott keresztény felé tendál inkább, és erről nem lehet beszélni, normálisan nem lehet megbeszélni, hogy na jó, figyú, hát ha tényszerűen nézzük a dolgokat, akkor ez és ez és ez történt, és most itt nincsen semmi belemagyarázás, hanem pusztán ami a papíron szerepel, az szerint én jó vagyok. Annak ellenére, hogy igenis szexuális életet élek a házasság előtt, még akkor is, hogyha adott is esetben gyűlölöm anyámat, apámat, és mindennek elhordom őket, nem imádom Istent, és nem csak őt szolgálom, tehát igen, ezek sajnos olyan dolgok, amikkel tényleg nem feltétlenül lehet a mindennapokban együtt élni, mert hát valóban, hát gondoljunk csak abba bele, hogy már tényleg csak ez a pont, hogy atyádat és anyádat tiszteld, ez is ugye sajnos nagyon sokszor a tényleges hétköznapokban előfordul, hogy nem valósul meg, és hát ez egy átlagos ember ezt nem is feltétlenül gondolná fő bűnnek, de hát igen, hát a 10 parancsolat alapján ez egy fő bűn, és nem igazán lehet ezzel együtt élni, és nyilván ez az egyik legegyszerűbb érv, amit a kevésbé vallásos emberek elő szoktak hozni, hogy hát gyerekek, itt van ez a több ezer éves dolog, amit ugye még annó valaki megkapott kőtáblán, és akkor mi 2000 évvel később még mindig ez szerint, az elvek szerint élünk, csak azt nem veszi figyelembe a Biblia írásai, meg a 10 parancsolat, hogy hát azóta eltelt 2000 év, és történt egy más, a világ is rettentően megváltozott a benne élő emberekkel együtt, és hát ahogy csak a különböző rovatainkban, meg epizódjainkban ugye különböző témákról beszéltünk, például ugye az ASF-ről, meg adatvédelemről is, itt is valószínűleg nagyon, hát ha jogi szemmel kezdjük el nézni, nagyon is ráférne egy komoly vérfrissítés és egy új köntös erre az egész 10 parancsolatra, ha szeretnénk megtartani, mert az a helyzet, hogy aki a legjobban megpróbál élni ezeknek, annak sem jöhet össze, és hát mi ennek a végeredménye, hogy frusztrált lesz, és megint csak kényszeresen akar majd járni gyónni, mert hogy úristen, most valami kis hülyeséget elkövetett a hétköznapjaiban, amit hát Isten azt ugye rossz szemmel néz, és akkor megy egy gyónás, megint elkövetünk valamit, megy egy gyónás, és ez egy örök körforgás, ami egészen a halálunkig elkísér minket. Van még néhány forrás, ami egyébként megalapozza ezt az álláspontot. Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levele úgy szól: tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Pál apostolhoz még az is köthető, hogy a következő idézet, mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság. De az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. Tehát ennyi a lényeg. Legitim a 10 parancsolat, csak nincs dolga a 10 parancsolatnak az üdvösséggel. Nem a 10 parancsolatból következik az üdvösség. Lehet ez is csak egy értelmezés kérdése, de számomra egy elég felszabadító értelmezés egyébként. Mert hogy a 10 parancsolat az az evilági üdvözüléshez adja meg a kereteket. Ezért is rezonál annyira a büntető törvénykönyvre. A törvénynek semmi köze az üdvösséghez, ahogy a személyes bűnöknek sem, mert a bűn a törvény által létezik. Ahol nincs törvény, ott nincs bűn. A megváltott ember igazzá válik hitáltal, a törvény cselekedetétől függetlenül. De testben él továbbra is a földön, ezért elkövet a törvény szerinti bűnöket, amit a bibliai hívő esetében a test cselekedeteinek nevez. Ezzel magának árt, de nem veszíti el az üdvösséget. Ha azonban a hit és a kegyelem által üdvözült, hatalmat kap arra, hogy kevesebb bűnt kövessen el. A bűnt egyedül a kegyelem, a megigazult hívőt tudja legyőzni. Ha vétkezik valaki, attól sem veszíti el az üdvösségét. Nem a cselekedeteivel szerezte meg, a cselekedetei által nem is veszítheti el. Ellenben saját magának árt, mert a bűn rombolja a testet. A lelket sietteti a földi halált. A bűn zsolja a halál, mondja a Biblia, de ez földi halált jelent, nem az üdvösség elvesztését. Tehát ez itt a lényeg. Igazából végig a szemünk előtt volt, hogy hiába mantrázzuk a 10 parancsolatot, attól függővé nem lehet tenni a túlvilági megüdvözölést, pedig engem számtalanszor késztettek gyónásra kisgyermekkoromban, azzal az érvel, hogy de mi van, hogyha jövő héten meghalsz? De mi van, hogyha hétvégén már nem fogsz élni? Akkor a bűneiddel együtt kell szembesülnöd, vagy szembenézned a Szent Péterrel, és talán nem kapsz bebocsátatást a mennyországba, és engem ezzel mindig meg lehetett győzni, hogy de mi van, hogyha meghalok, akkor viszont meg fogom bánni. És És ez egy nagyon rossz érv volt, mert hamis érv volt. Semmi szükség nem volt ezt elmondani nekem. Egyébként a Jónásra sem volt semmi szükség a magam részéről, mert teljesen jól meglettem volna. Akkor is, meg most is meg vagyok nélküle, de akkor ez egy alávaló érv volt, és mindinkább hamis, mert semmit, hogyha ezeket vesszük alapul, akkor láthatjuk, hogy a bibliai alapja is megvannak annak, hogy a 10 parancsolatnak, meg a túlvilági üdvözülésnek szükségszerűen nincsen köze egymáshoz. Létezik 10 parancsolat, és az annak a kereteit adja meg, hogy hogyan kell az életedet éljed, hogy az életedben ne kárhozzál el. De értelmezés szerint, amit vagy elfogadunk, vagy nem, de nem attól függ a túlvilági megüdvözölés, hanem hogy elfogadod-e Krisztust, hogy hiszel-e, hogy megtérsz-e, hogy elismered-e, hogy őt kell követni, mit tudom én, tehát hogy egy a biztos, a 10 parancsolatból nem következik az elkárhozás, és a 10 parancsolat betartásából meg még kevésbé az üdvözülés. Hallgassuk meg, hogy egy rendkívül ismert vallási vezető, Németh Sándor, a hídgyülekezete vezető lelkésze, hogy vélekedik a bűnözés témájáról, a 10 parancsolat szerinti élet relevanciájáról. Tudjuk, hogy ma olyan könnyen mondják az emberek, hogy valaki meghalt, na már a mennybe van, már a Józsi a mennyből néz. Honnét tudod, hogy a Józsi a mennyből néz? Ha nem tért meg, nem szakadt el a bűntől, a bűnös életmódot folytatott, és a halál a bűnös állapotba tartotta, nincs az a hatalom, amely őt a mennybe tudja vinni. Mert Jézus nem küld ilyen emberért angyalokat, hogy fölvigyék a lelkét és a szívét a mennybe. Értsétek meg, ezt ti miattatok mondom, meg magam miatt is, hogy az Isten igéje által bennünk létrejött erkölcsi értékítélet ne tompuljon meg. Nem létezik, hát az angyalok szentek. Ők nem fognak a tévedésből lejönni bűnösökért és fölvinni, és akkor ott a mennybe kérdezik ezeket a szent angyalokat, hát hogy hoztál ide ezt ilyen bűnös embert? Mennybe egyetlen egy bűnös, gonosz ember nem jön föl, ez világossá teszi Isten az ő beszédével. Tehát éppen ezért itt a földön kell megszentelődni. És hála Isten, hogy adott erre kegyelmi időt, van időre, most a készülés ideje van, tehát a ruhádat mosd meg. És ne csak a ruhátokat mossátok meg, kedves hallgatók, de jusson eszetekbe, hogy a 10 az a 10%-nak felel meg, ami a minimum összeg az üdvözüléshez. És remélhetőleg ezzel megmentettük magunkat egy potenciális pertől, mert hogy tapasztalatból mondom, illetve hát szakmai ismereteim kiterjedtek arra is, hogy Sanyi bácsi azért szeret perre menni, különböző orgánumokkal, és mi ezt nem szeretnénk, de teljesen mindegy, van a videó alatt egyébként egy szöveg, ami így szól. Sokan a halálkor automatikusan azt hiszik, hogy az ember a mennybe kerül, pedig ha a halál bűnös állapotban éri az embert, akkor semmi nem tudja őt a mennybe vinni. Sajnos ma korjelenség, hogy azt hiszik, ha pusztán sokat imádkoznak, meghallgatja őket Isten, pedig ennek van egy másik feltétele is, a szentség és az erkölcsi állapot. Ha az ember bűnös módon él és úgy imádkozik Istenhez, hogy közben nem akarja megváltoztatni az életmódját, akkor még az ünnep is utálatos lesz Isten előtt. Hát megint csak nehéz szavak ezek, és ugye bennem most kezd el forni az az érzés, hogy ugye én ezzel az egésszel miért is nem értek egyet. És nyilván ez ugye arról szól, hogy miért ne élhetném én úgy az életemet, ahogy szeretném, és ugye most megint csak arról beszélünk, hogy nem egy bérgyilkos vagyok, meg nem futtatok lányokat, hanem én a kis hétköznapi életemet élem, ahol bemegyek a munkahelyemre, ne adj Isten, valahogy ránézek egy hölgy kollégámra, mert éppen olyan ruhát vett föl, meg ne adj Isten, a háta mögött beszólok a főnökömnek, közben meg eszembe jut, hogy megint nyaggatott a mondjuk édesanyám, és akkor valami csúnyát mondok rá, és hogy ettől függetlenül én azért többnyire egy boldog embernek hiszem magam, mert hogy mondjuk emellett még van egy párkapcsolatom, nevelek egy gyereket, vagy valami, és hogy hát igen, az nem elég, hogy én úgy érzem, hogy boldog vagyok, és ne adj Isten, még tovább megyek egy fokkal, hogy tényleg adott esetben néha elmegyek misére, néha imádkozok mondjuk lefekvés előtt, néha imádkozok a ebéd előtt. Nem, ez így mind nem elég, hanem nekem még többet kell, még jobban, még többet bele kell raknom, erősebben, kényszeresebben, és hogy én akkor is egy szarember vagyok, hogy annak ellenére, hogy én nem tartom őszintén szólva magam szarembernek, de hát az egyház szemében, meg Isten szemében én igenis egy az vagyok, mert hogy hát nem gyónok folyamatosan, nem áldozok folyamatosan, nem fizetem az egyházi adót, meg stb. És hát igen, nekem ez a fájó pontja ennek az egész kérdésnek, hogy egyszerűen muszáj egy kényszeres és egy beteg életet élnem ahhoz, hogy 100%-osan megfeleljek az elvártaknak, és ez már szinte lehetetlen a mai rohanó világban. De mondjuk szerintem még 500 évvel ezelőtt is valószínűleg lehetetlen volt, és ugye nekem ez a legfájóbb pontom, hogy tök mindegy, hogy mit csinálok, akkor is egy szarember leszek, és egy olyan mércét raknak elém, amit a büdös életben nem fogok tudni megugrani. Tehát ez az egyik legszebb része ennek a felismerésnek igazából, hogy a bűnbocsánatot azt már ingyen és kegyelemből megkaptad, és a bűntől való felszabadulás az a hitáltal elnyert megigazulásnak a gyümölcse lesz. Tehát nincs dolgod már a bűneiddel, már megvan neked a felszabadulás, meg a megváltás, tekintettel arra, hogy Jézus meghalt a bűneidért. És a másik tanulság pedig az, hogy aki a bűn és a törvény körül forog, az nem tud felszabadulni a bűn uralma alól. Tehát ez a megfélemlítés, a fenyegetőzés, a pokollal való riogatás, ez nem egy egészséges kapcsolatot feltételez Istennel, a krisztusi úttal, de akár a 10 parancsolattal sem. Tehát, hogy én nem igazán tudom egy lapon említeni azt az embert, aki a 10 parancsolat mellett agitál ilyen eszközökkel, hogy értsd meg, hogy a pokolra fogsz kerülni, hogy oda akarsz kerülni. Nem elég elfogadni Istent. Be kell tartani a 10 parancsolatot. Na ez meg a 10 parancsolat, az nekem valahogy összeférhetetlen. Tehát attól, hogy valaki ezt emlegeti, meg a pokollal riogat, attól még nem fog a mennybe kerülni, vagy nem kap erre felhatalmazást. Igen. És aki meg időzősen törvénykezik, mint Zsombor, akiről korábban beszéltem, aki azzal szembesíti a barátait, hogy hát mit fog ahhoz szólni az Isten, hogy ti orba szájba dugványoztok, annak milyen kapcsolata van az Istennel, milyen kapcsolata van a krisztusi úttal, milyen kapcsolata van a 10 parancsolattal. Hát szar! És ha már itt tartunk, akkor a mennybe jutáshoz fűződő kapcsolatunkat is tárgyaljuk ki. Tehát ez engem mondjuk érdekelne, hogy a hallgatóknak mi az álláspontja ezzel kapcsolatban, meg akár neked is, Dani, hogy mi a kapcsolatod, vagy mi a megítélésed a mennyországgal kapcsolatban, a mennyország létezésével kapcsolatban. Hát azért az évek során én nyilván töprengtem ezen a kérdésen, nyilván a különböző életszakaszokban, tehát a 10 éves, 20 éves, 30 éves, hát nyilván manapság azért annyit nem gondolkozok ezen, bár ugye ahogy a szüleink kezdenek egyre idősebbek lenni, ugye a halál kérdése az akarva akaratlanul is egy talán picit mindennapi téma kezd a mi fejünkben is lenni, hogy nyilván elkezdesz aggódni azon, hogy na hát, hogyha édesapám vagy édesanyám meghal, akkor mit fogok kezdeni magammal, egyáltalán hogy fogom ezt az egészet kezelni, hogy fogja az a fél jobb kezelni, aki ugye túléli a párjának a halálát. Tehát, hogy igen, ezek egyre komolyabb kérdések kezdenek lenni, de őszintén szólva ugye nem abból a szempontból, legalábbis az én esetemmel, hogy na vajon a szüleim azok a mennybe vagy a pokolba jutnak, és hogyha én 30-40 év múlva meghalok, akkor én is a mennybe vagy a pokolba jutok. Mert az a helyzet, hogy hát igen, mi van akkor, hogyha nincs mennyország, és mi van akkor, hogyha nincs túlvilág, nincs egy örökkétartó gyönyörű mesebeli hely, vagy egy örökkétartó kínkamra, hanem mi van akkor, hogyha egyszerűen csak lecsukjuk a szemünket, és nem is tudunk róla, hogy ugye alszunk, hanem gyakorlatilag megszűntünk létezni. És hát őszintén szólva, ugye nehéz ezt így felfogni, mert az ember nem erre született, hogy komolyabb szintig el tudjon mélyülni ebbe a gondolatba, hogy te úgy fogsz létezni a fizikális világban, hogy valójában már nem létezel a saját fejedben, de hogy igen, valahol egyébként egy érdekes gondolat, hogy egyszer már nem fogsz létezni, de te nem is tudsz arról, hogy nem fogsz létezni, és szerintem ezzel nincsen semmi baj, hogy valaki ezt így látja, vagy valaki úgy látja, hogy van valami, csak nekem az, hogy van egy mennyország, ugye az nyilván együtt jár azzal is, hogy hát de akkor nem csak egy mennyország van, hanem egy pokol is, és az én életemet, hála Istennek, ez nem befolyásolta, de hogy azért nyilván visszaláttam már ismerősöktől, hogy hát igenis valakit ez foglalkoztat, hogy hát mi van, hogyha úgy élem az életemet, hogy nem a mennyországba kerülök, és hát nyilván szomorú végignézni ezeket az embereket, hogy ők megint csak szoronganak, azért, mert lehet, hogy a pokolra jutnak, amíg én meg mondjuk azon szorongok, hogy úristen, hogy fogom most kifizetni a telefonszámlámat, hisz elköltöttem 100 000 forintot ebben a hónapban mondjuk szerencsejátékokra, és ez nyilván egy kézzelfogható aggódás az én oldalamról, És hát rossz látni, hogy valaki adott esetben az ilyen problémái mellett még azon feszeng folyamatosan, és lesz akár milyen daganatos beteg, vagy akármi baja, hogy egy olyan dolog miatt aggódik, amiről nem is tudja, hogy be fog következni, nem is tudja, hogy úgy fog-e bekövetkezni, ahogy ő azt elképzelte, és többit valószínű, hogy csak 30-40-50 év múlva fog megtörténni, de ő már most aggódik ezen. Én is nagyon sokat gondolkodok ezen, hogy mi van akkor, hogyha nincs Mennyország, mert régen meggyőződésem volt, hogy van, és hát ahogy korosodtam, úgy egyre inkább reménykedtem is benne, de ma már átfordultam, és arra gondolok, meg hát az a mindsetem, hogy nem annyira ördögtől való a gondolat, hogy nincs Mennyország. Volt a Watchman sorozat, ami nemrég készült, és az HBO mutatta be. Ott elhangzott egy mondat, amit nem fogok tudni pontosan idézni, de ott felmerült egy kérdés, hogy hát valamelyik karakter, amelyik meghalt, hogy az a Mennyországba került-e. És akkor az egyik felnőtt karakter elmagyarázta a gyerekeknek, mert hogy ők tették fel ezt a kérdést, hogy nem, de nincs ezzel semmi baj, mert amíg nem született meg ez a valaki, akkor sem létezett, és most, hogy meghalt, most sem létezik. Azzal sem volt baj, akkor sem volt senki szomorú, amikor még nem létezett, és azért se kell senkinek szomorúnak lennie, hogy már nem létezik. Nincs vele semmi probléma, meg akkor se volt semmi probléma. És ez egy érdekes logika, és egyben meggyőző is. És hát van ez a halálhoz és megsemmisüléshez fűződő érzés. Tehát valakit megnyugtat az, hogy van Mennyország, hogy egyszer el lehet hagyni ezt a szarvilágot, és bekerülünk egy ilyen szférikus állapotba, ahol együtt tudunk az összes halott kutyusunkkal, meg macskánkkal rohangászni, meg ott lesznek a családtagjaink, és folyton együtt tölthetjük az időt, és egyszerűen csodálatos lesz. De engem meg nem ez a gondolat nyugtat meg. Ez is egy nagyszerű gondolat, de engem meg az a gondolat nyugtat meg, hogy egyszer eljön egy nap, amikor nem kell többet működtetnem ezt a húsgépet, ami vagyok, és megszűnhet létezni a rezső, pukkanásszerűen. Én nem akarnék örökké élni. Az én világomban mindennek a rendelkezésre álló idő viszonylatában van értelme és értéke. Ez olyan, mintha nekem mondjuk egy nap pár percen van csak podcastet szerkeszteni, akkor azt az időt én megbecsülöm, és értékes produktum fog belőle származni. Számomra értékes legalábbis. Ha viszont minden időm a podcast szerkesztésre állna rendelkezésre, akkor drasztikusan lecsökkenne a szememben az erre fordított idő minősége. És ez az élet analógiája, hogy gyakorlatilag azért értékes az, amit csinálsz, mert kevés idővel tudsz gazdálkodni. Ugyanez az élet. Gyakorlatilag itt van egy mondjuk 70 éved, ami fele tudsz rendelkezni, és azt, ahogy eltöltöd, olyan mértékben töltöd el, olyan mértékben lesz értékes az életed. Rengeteg mitológiai utalás van arra, hogy az istenek irigykednek a halandókra, és ennek épp a rövid életünk az oka, mert számunkra van viszonyulása annak, hogy mit csinálunk. Az istenek számára nincs viszonyulása. Az istenek örökké élnek. Bármit csinálnak, ugyanúgy jelentéktelen lesz egy évszázaddal később, mint amennyire jelentéktelen volt egy évszázaddal korábban. Míg az embernek véges az élete, és nem mindegy, hogy tölti el. És talán ebből is következik a boldogság, hogy hát de ez egy kicsit messzebb megy már, de nem kizárt, hogy egyébként, hát nekem ugye van egy ilyen elvem is, amit én tökéletes gyökerét találtam meg a boldogságnak a madácsi elvben, az ember tragédiája utolsó sorában, hogy ember küzdj és bízva tehát ember küzdj és bízva bízzál. Tehát hogy lehet, hogy ez az életnek az értelme, hogy egyről a kettőre kell jutni, igyekezni kell, törekedni kell, élni kell az életet, és végig bizakodni, hogy valami jó fog az éppen aktuális tevékenységedből kisülni. Ez szerintem egy értelmes működési elve az életnek. És megmondom őszintén, én nekem, hát nem, nyilván ez nem ennyire tudatos nálam, de én nekem abból a szempontból van értéke az életemnek, hogy tudom, hogy egyszer majd nem lesz ez az élet. Hogy nem kell örökké élnem a túlvilágon, és nem kell működtetnem a testemet. Hogy megszűnhetek. Ezzel nincsen baj. Ahogy azzal sincsen baj, hogy a Mennyország abban keresendő, hogy abban a közös pontban keresendő, amiben előbb-utóbb minden ember találkozni fog, hogy előbb-utóbb minden embert embernek leállnak az életfunkciói, meg minden létformának leállnak az életfunkciói, és gyakorlatilag visszaadja a testét, a porhüvelyét ennek a bolygónak oly módon, hogy gyakorlatilag elrothad a testünk, és hullabogarak fognak belőle zabálni. És ezzel sincsen semmi baj, mert pont ez az a dolog, amiben minden létforma osztozik ezen a bolygón. Nem lehet, hogy pont ez a mennyországnak az analógiája? Hogy ebben mindannyian egységesek vagyunk, és ebben senki nem különül el ebben a világban? Nem feltétlenül az a mennyország, amikor ilyen felhőről felhőre tudunk rohangászni a szeretteinkkel. Igen, hát reméljük, hogy mindenki megtalálja a maga mennyországát, sőt, valóban elképzelhető az is, hogy az itt élt 70 évünknek kellene a mennyországnak lenni, és hogyha mi azt boldogan éljük le, és bármiféle olyan gondolatok nélkül, hogy mi most valami rosszat csináltunk, vagy rosszat követtünk el, akkor igen, lehet, hogy ez a 70-80 év lesz az, aminek a mennyországnak kéne lennie, és utána valójában egy nagy sötétség az egész, amikor te már nem leszel. Nyilván én azt kívánom, hogy mindenki találja meg a saját maga mennyországát, de ezt úgy tegye, hogy közben ne feszüljön rá arra, hogy mi van, hogyha nem fog bekövetkezni ez a mennyország, és mi van akkor, hogyha lesújt ránk az Isten, amiért bűnös életet éltünk, mert nyilván nem jó szorongásban élni minden nap, hisz szerintem azért a mai világban rengeteg forrás létezik alapból a szorongásnak, és nem hiszem, hogy hiányzik még az, hogy még egy ilyen potenciálisan rendkívül fiktív dolog miatt is rendszeresen minden nap szorongásban éljünk. Kedves hallgatók, írjátok meg a véleményeteket, akár a YouTube-on, komment szekcióban, akár a kibeszélőben, hogy mi a véleményetek a mai adásról, meg a témáról, mi a megítélésetek, esetleg vitatkoztok velünk, vagy nem. Nyilván számítanunk erre, hogy a nyelvtani hibáinkra előbb-utóbb valaki fel fogja hívni a figyelmet, de annak jobban örülnénk, hogyha az emberek, a hallgatók inkább azt fejeznék ki, hogy mondjuk miben nem értenek egyet velünk, mit gondolnak másképp, mert abból tud valami kerekedni. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok, mi voltunk a Szürke Zóna Podcast, én Rezső voltam, és köszönöm Dánielnek a részvételt. Sziasztok!